15 évesen és 364 naposan mutatkozott be a vízilabda OB1-ben a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter fia, Samu. Bár csapata az Eger 17-13-ra elveszítette a Honvéd elleni hazai mérkőzést, a még serdülőkorú játékos és persze édesapja számára is örök élmény marad a premier. Borzasztóan boldog voltam, elmondhatatlanul. Boldog voltam, hogy így a szülinapom előtt erre sor került. Nem számítottam rá, de próbáltam mindig a legjobbamat nyújtani, és mindig is szerettem volna szerepelni, úgyhogy örülök, hogy ez így most még, hát akkor 15 évesen sikerült. Hát ott azért jóval idősebbek játszanak, ezért nehezebb volt, meg ott megint mindig mindenki erősebb, mint egy-két éve volt, akkor kisebb voltam, meg fizikálisabb és gyengébb. És most megint így éreztem magam, mert azért odaálltam elég, sokkal erősebbek voltak nálam. Azért is ültem a kispadra, hogy ha netán valami olyan van, ami miatt segíteni kell neki, akkor segítsek. Mérkőzés előtt mondtam neki pár dolgot, de igazából nem kellett. Én azt mondtam, hogy ne izguljon, ez is egy ugyanolyan mérkőzés. De azt láttam, hogy nem izgult, inkább feszült volt szerintem azért, hogy mérkőzés játszasson. Szerintem ez a jó hozzáálló, nem izgulni kell, hanem végre játszasson. Vártam azt a pillanatot, mikor mellőlem majd beugrik. A jó érzés volt, nyilván örültem neki és büszke voltam rá. Reméljük lesz meg több alkalom, amikor idézőjelben együtt szerepelhetünk. Samu öccséhez, Vincéhez hasonlóan az úszással kezdte, majd a labda szeretete terelte át a pólóhoz. Én azt kértem, hogy bármi sportolhatnak. Nekem mindegy, én nem vagyok az, hogy mivel én ezt a sportágat sportoltam, hogy nekik csak ez. Én azt mondtam, azt csinálják, amit ők szeretnének, de ha már csinálnak valamit, akkor azt csináljuk rendesen, vagy csinálják rendesen. Ugye lett vízilabda és lett úszás belőle, a víztől nem szakadtunk el. Azt látom, hogy mindegyetten próbálják komolyan és rendesen csinálni. Ez jó aztán, hogy milyen eredmény lesz. Ez igazából rajtuk, a belefektetett munká meg a szerencsében annyira nem hiszek, nem is tudom, mi a jó szó, inkább valamit valamiért elve, amit belefektetünk, általában meghoz az eredményt, lehet, hogy nem, de ha nem, akkor is megtanult valamit a vízilabda által, fegyelmet, magabiztosságot, jól nézünk ki, szóval már ezzel nyert, én úgy gondolom, hogy jó sokat. Ha még sikeres is lesz benne, akkor még jobban fogunk örülni otthon, meg nyilván ő is, úgyhogy meg a sportág is. Azért bízom benne, nem erőltetem, ez az ő élete, ő döntés, én ezt elfogadom. Én nem szerettem úszni. Hideg volt nagyon a víz, és rüheltem. És anyáik átirattak vízilabdára. Szeretem a labdajátékokat, szeretek minden labdás sportot. A korábbi világklassz is természetesen rendre megosztja fiával a fontosabb észrevételeit, de azért nem is viszi túlzásba a tanácsok osztogatását. Van egy saját edzője, nem lenne ildomos, ha én olyat mondanék, ami az ő edzőjével ellentétes. Nem vagyok ott mindig az edzésükön, nem tudom, hogy mit kérnek tőle, én ebben nem szólok bele. Én abba szólok bele, amit látok mérkőzéseken, hogy utána elmondom, hogy mi volt a jó, mit lehet változtatni, de ez se minden áron, ezt is csak, úgyhogy ha látom, hogyha igényli. Meccsek után el szoktam mondani, hogy mit rontottam, hogy mit lehetne jobban, és ezeken próbálok javítani. Biros Péter nem sokkal a bemutatkozás után úgy nyilatkozott, most már biztos benne, hogy jó dolga lesz a fiának a vízben. Kicsit később érő típus, és abból a szempontból a többiek elhaladtak mellette, hogy nagyobbak, erősebbek fizikálisan. Most látom, hogy utolértem. Ebből adódóan a feje meg volt hozzá, azt láttam eddig is, hogy érzéke, de mivel fizikális sportágról beszélünk, azért úgy eléggé megszenvedett, hogy fizikálisan gyengébb volt tőlük, ez ki kell jelenteni. De most ezzel, hogy ez nagyjából kiegyenlíti egymást, ezzel jönnek a sikerélmények. Igazából az volt a jó, hogy akkor nem adta föl. Most meg úgy látom, hogy jó a csapat, jó a közösség, jól ismeri a játék, és ez minden szinten jó hatással van rá. Minél többen szeretnék továbbra is szerepelni, és remélem nem ez volt az utolsó. Hasonló eredményeket szeretnék elérni, mint édesapám.